magyar politikai élet jelenlegi helyzetét elemezve, arról szólva, először is le kell szögeznem, hogy minden belső feszültség, minden vita ellenére Magyarországon a parlamentáris rendszer igenis szilárd. A mi parlamentáris rendszerünk és több párt rendszerünk működik, ha időnként az indulatok néha bizony afféle törzsi háborút mutatnak, szerencsére ez a törzsi háború ma már inkább csak koreográfiaként jelentkezik, afféle vadak táncának tűnik. Tárdákkal még nem keltek egymás ellen a különböző politikai. Nem is hagyhatjuk. Az, hogy ma Magyarországon stabilitás van, olyan parlamentáris demokrácia, amelyik mégis működőképes, az annak köszönhető, hogy a kerekasztal tárgyalásokon igenis kivívta az ellenzék, és nyugodtan vállalhatjuk azt, hiszen vádként hangzott el ellenünk, hogy mi oroszlán részt vállaltunk valóban magunkra, az új alkotmány a sarkalatos törvények lerakásával. Lehetett volna még többet és még jobban, de nem futotta már az időből. De a Magyar Demokrata Fórum volt a kezdeményezője. A Magyar Demokrata Fórum terjesztette elő azt a köztársasági államformát, azt a kormányzati formát, ami Magyarországon ma érvényes, és amivel 1989. október 23-án a politikai demokrácia közjogi kereteit leraktuk, és ha ez nem történt volna meg, akkor nem lenne egy ilyen békés átmenet, és nem sikerült volna ezt végrehajtani. Igenis, ki kell mondani, az 1989-es politikai fordulatban a Magyar Demokrata Fórum által képviselt politikai, közjogi nézetek és programok váltak valóra, és mi ennek a meghatározói voltunk, természetesen nem egyedül, az asztal innenső és a másik oldalán egyaránt hozzájárultak, de a kormány és államforma, a választójogi törvény alapkoncepciója tőlük származik. Ebben a két esztendőben sok olyan dolgot hajtottunk végre, ami nem népszerű. Mondtuk valaha azt a Magyar Demokrata Fórumban, hogy népszerű feladatok következnek, hiszen miért fogalmaztunk úgy, hogy az ország érdekében akár feláldozni is hajlandók vagyunk a saját politikai pártokat. Remélem, hogy erre nem lesz szükség, de amikor ezt megfogalmaztuk, akkor éppen ezt fogalmaztuk meg, hogy párt érdekekből nem fogjuk az országot feláldozni, ha kell inkább fordítva. Éppen ezért az egyetlen lehetséges utat választottuk, az, ami az átalakulást jelenti. Miért csinálnánk úgy most, minthogyha 1989-ben vagy 90-ben választások előtt már mindenki olyan harcias lett volna? Hát hol voltak, kérem, azok a harciasok? Hol voltak azok a tényleges vezető értelmiségi szakemberek, akik ma pintorogva néznek bizonyos intézkedéseinkre, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni? Hol voltak 1989-ben? Nem hittek abban. Nagyon sokan, emberek ezrei és tízezrei nem hitték el, hogy az oroszok ki fognak vonulni, nem hitték el, hogy a Varsói szerződést fel lehet oszlatni, nem hitték el, hogy itt szabad választásokat lehet tartani, és tényleg egyszer mindennek vége lesz. Ebben semmi hiba, semmi bűn, hogy nem látták.
Tehát legalább ne azokat szidalmazzák, akik ezt végig csinálták. Hát azért mi kell? Mivel történész vagyok, és nem tagadom le, hogy érdekel az utókor ítélete is, nem csak a kortársak véleménye, én bízom abban, hogy nem szégyen teljesen vonulunk a magyar történelembe, hanem egy diktatúra utáni első szabadon megválasztott országgyűlés szabad kormányaként, amelyik tudta, hogy mit kellene tenni, és tette azt, amit lehet. Köszönöm.